Következő előadó dr. Pázmándi Tamás. A KFK-i, a Magyar Központi Fizikai Kutatóintézet kutatóját, aki a Magyar Nukleáris Társaság elnöke, és Mit tegyünk a radioaktív hulladékokkal című mindenkit izgató kérdést kört fogja ismertetni nekünk. Lehet így valami? Én arra szeretnék mindenkit biztatni, hogy szóljanak közbe, és próbáljuk meg ezt inkább ilyen beszélgetős előadásszerűségre látni. De azért gondoltam, hogy ha így ezzel itt előállok rögtön az elején, akkor senki nem fog merni kérdezni tőlem. Úgyhogy azt csináltam, én összeírtam néhány kérdést, és én megpróbálok ezekre válaszolni, de tényleg, ha bárkinek van újabb és újabb javaslata, akkor szóljon közbe, és tegyék fel a kérdéseket. Én azt gondoltam, hogy ezzel a témával kapcsolatban ez a néhány kérdés az, ami fel fog merülni talán az emberekben, úgyhogy én ezekre próbálok megválaszolni. Hát először is mi az, hogy radioaktív? Mi az, hogy radioaktív hulladék? Honnan lesznek radioaktív hulladékok? Mit csináljunk velük? És egyáltalán jó-e ez így, meg miért gondoljuk mi azt, hogy ha ezt csináljuk a radioaktív hulladékkal, akkor ez rendben lesz. Az elejére összeszedtem néhány ilyen nagyon rövid bevezető jellegű fóliát. Az atom felépítése, gondolom, hogy a periódusos rendszert senkinek nem kell bemutatnom. Ugye a rendszám az, ami a protonok számával azonosítható. Jó esetben ugyanannyi elektronja is van az elemeknek. Ezek azok, amik jellemzők lesznek a kémiai tulajdonságokra. Ugyanakkor a protonszámhoz tartozhat eltérő neutronszám, ezeket hívjuk izotópoknak, tehát hogyha egy elemnek különböző neutronszámú módosulatait nézzük, akkor azokat hívjuk izotópoknak. Még egyszer, azonos protonszám, de eltérő tömegszám, az az eltérő neutronszám. A hidrogént és a deutériumot hoztam ide példának. Hidrogénben alapesetben összesen az atom magában egy darab proton van, ha az egy darab proton mellett van egy neutron, és akkor azt már deutériumnak hívjuk. Na miért érdekes ez? Ha visszamegyünk, ugye itt a periódusos rendszerben van 110-nél néhányal több ma ismert elem, ezeknek összesen több mint 2500 darab izotópja létezik. Ezeknek az izotópoknak a nagyon nagy része az nem stabil, tehát elbomlik, valahogy igyekszik más izotóp formátumba átalakulni. Ezt hívjuk radioaktivitásnak, ezeket hívjuk aktív izotópoknak, és ezek általában alfa, béta vagy és gamma sugárzás bocsátanak ki magukból. Azért írtam azt, hogy általában előfordulhat az, hogy spontán hasadás is történik például egy magban, egyszerűen úgy dönt, hogy ő két kisebb magra szeretne hasadni. Van még néhány fogalom, amit muszáj gyorsan az elején elmondani, hogy később aztán világos legyen, hogy miről is szeretnék beszélni. A következő ilyen a felezési idő. Ha azt mondtam az előbb, hogy ezeknek az izotópoknak egy jelentős része nem stabil, akkor, és elbomlanak, akkor nyilván meg lehet mondani azt, hogy bizonyos idő múlva hány darab ilyen izotópunk lesz még. Amennyi idő alatt a fele elbomlik, azaz már csak a fele maradott, azt hívjuk felezési időnek. Gondolom ez körülbelül látható, hogyha például 10 000 darab krícium atomunk van, és én megmondom, hogy ennek 12,3 év a felezési ideje, akkor 12,3 év múlva fele ennyi lesz. Talán az is látható, hogy két felezési idő múlva csak negyed ennyi lesz, és három felezési idő múlva nyolcad ennyi lesz. Ez egy gyönyörű szép exponenciás görbe szerint bomlik. Nyilván az elején sokkal nagyobb a meredekség, a végén nagyon kicsi lesz a meredekség ennek a görbének. Azt hiszem, ez az utolsó aktivitás. Nyilván meg lehet mondani azt, hogy egy
adott időegység alatt összesen hány darab bomlás történik a adott mintában, az adott anyagon, ezt hívjuk aktivitásnak, ez az egy másodpercre első bomlások száma Becquerel mértékegységben. Szintén fontos tudni, hogy azzal, hogy én eljöttem most ide Székesfehérvárra, ezzel jelentősen növeltem az itteni populációnak az aktivitását. Én egész pontosan 75 kg vagyok, plusz-minusz 1 kg attól függ, hogy mennyit reggeliztem. Bennem nagyságrendileg 5500 Becquerel aktivitás van, csak és kizárólag kálium-40-es izotóp miatt. Ezen kívül vannak még egyébként bennem mások is, de szeretném elmondani, hogy ez nem az én egyéni jellemzőm, tehát az itt ülő valamennyi hallgatónak, hogyha kb. 75 kg, akkor kb. Ekkora aktivitása van, és ezen kívül vannak bennünk más radioaktív izotópok is, tehát jobb, hogyha az ember tudomásul veszi, hogy igenis mi is aktívak vagyunk. Nincs értelme arról beszélni, hogy vannak teljesen tiszta és nem radioaktív anyagok, és vannak aztán a radioaktív hulladékok. Mi az, hogy hulladék? Hát próbáltam még szárazabbá tenni ezt az előadást, nem elég, hogy ilyen fogalmakat bevezetek, még törvényekből is idézek. Tehát én éreztem, hogy ezzel itt aztán mindent elrontok, és innen már csak rosszabb lehet. Azt mondja az 1996-os úgynevezett atomtörvény, hogy a további felhasználásra már nem kerülő olyan radioaktív anyag, amely sugárvédelmi jellemzők alapján nem kezelhető közönséges hulladékként, az radioaktív hulladéknak tekintendő. Pont. Nagyon fontos, és ezt itt is, és mindig igyekszem kihangsúlyozni, hogy a kiégett üzemanyag, tehát a reaktorokból, legyenek azok akár kutatóreaktorok, akár atomerőművek kikerülő hulladék, az nem tekinthető hulladéknak, az továbbra is kiégett nukleáris üzemanyag, pusztán azért, mert rengeteg hasznos és tovább hasznosítható anyag van benne, ezért teljesen vétek lenne azokat hulladéknek tekinteni, próbáljuk meg az abban lévő hasznos anyagokat kihasználni, és ne tekintsük hulladéknak. Következő kérdés, hol keletkezik hulladék? Lehet, hogy inkább kérdeznem kellett volna, mondjanak ötleteket, hogy hol keletkeznek radioaktív hulladékok. Picit próbáljuk meg a közönséget bevonni. Nyilván itt már néhány példát előttem, de ki az, aki tud mondani még? Igen. Tessék? Igen, vannak olyan régebbi karoló számlapok, amik úgy foszforeszkáltak, hogy ehhez radioaktív anyagot használtak. Tessék? Röntgenfilmek? Na jó ez. Igen, tehát maga a röntgenfilm az egy különleges, mondjuk azt, hogy fotópapír. Maga a fotópapír az attól, hogy sugárzást kapott, az nem lesz aktív. Tehát azon ténylegesen azt mondhatom, hogy ha hát ugyan pont itt most néztük azt, hogy már nagyon kevés olyan hagyományos fényképezőgép van, ami igazi papírra meg negatívra dolgozik, de hát attól a negatív nem lett sugárzó, hogy kitettünk napfénynek és felvettünk vele egy felvételt. Tehát a röntgenfilm az nem lesz ilyen szempontból radioaktív. Jó, és a röntgenasszisztensben szintén, hogyha ezzel 75 kg-mal számolunk, akkor ő aktív lesz, de ez a röntgenségtől teljesen független. Jó, de ezen kívül felsoroltam itt, hogy a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, az iparban, nem tudom, hogy itt van egy füstérzékelő, szinte biztos vagyok benne, a füstérzékelőben is radioaktív anyag van. Nyilván nagyon kis mennyiségben úgy működik a füstjelző, hogy azt nézi, van benne egy forrás, van benne egy detektor, hogyha füst kerül a kettő közé, akkor kevesebb sugárzást tud átjutni a forrásból a detektorig. Ennek kimutatásával lehet meglátni azt, hogy akkor itt valami füst kerülhetett a kettő közé, és szólal meg a sziréna. De ugyanígy például hegesztési varratoknak a vizsgálatára is alkalmas a radioaktív izotópokkal működő különböző berendezések, de használják az oktatásban, és hát nyilván talán mindenki látott már olyan zárt sugárforrásokat, amik ténylegesen kis térfogatban nagy radioaktivitást tartalmaznak, ezek a jelentősebb olyan hulladékként kezelendő dolgok, amik kis mennyiségben keletkeznek ugyan, de nagy aktivitást tartalmaznak. Érdemes ezt tudni, hogy az orvostudomány nem csak azért alkalmaz radioaktív anyagokat, hogy a diagnosztika során megállapítsa azt, hogy milyen
betegségben szenved az illető, és nem csak azért, hogy aztán ezt próbálja gyógyítani, tehát valamilyen terápiás céllal, de például sterilizálásra is a különböző műszereket nagyon sokszor radioaktív izotópok alkalmazásával sterilizálják. Ha keletkeznek hulladékok, és azokkal valamit kezdeni akarunk, akkor érdemes ezt csoportosítani. Ígérem, hogy nem fogom ezeket itt most az összes értékegységet és számértéket felsorolni. Talán a pirossal kiemelt fogalmak azok, amik ténylegesen lényegesek. Csoportosíthatjuk a hulladékot az alapján, hogy mekkora hőtermelése, tehát mennyire kell gondoskodnunk arról, hogyha elhelyezzük, hogy valahogy a hőt onnan elszállítsuk. Csoportosíthatjuk, ami talán a legkézenfekvőbb az aktivitás alapján, tehát mekkora az a sugárzás, ami körülötte mérhető, mekkora az aktivitás koncentráció bennük, tehát egységi térfogatban vagy egységi tömegben mekkora aktivitás van, hány bomlás történik 1 kg-ban, 1 köbméterben. És ami még nagyon fontos, csoportosíthatjuk az élettartam alapján, ugye az előbb, amiről beszéltem, hogy a felezési idő az, ami alatt a radioaktív izotópoknak, az instabil izotópoknak a száma a felére csökken. Hát nem mindegy, hogy mennyi ideig kell várni, hogy ez a felére, negyedére, nyolcadára csökkenjen. Általában azt mondjuk, hogy ami 30 év alatti felezési idő, azt rövid idejűnek tekintjük, ami a fölötti, azt hosszú idejűnek. Amikor felkért Trukka Zoli engem az előadásra, és kérte, hogy milyen címet szeretnék adni neki, akkor én azt mondtam, hogy sok vagy kevés. Hát aztán ezt kihúzta, de valahogy ezért visszacsempésztem. Tehát nem lehet azért csak így eltéríteni a szándékaimtól. Összeszedtem azt, és szeretném hangsúlyozni, hogy az ábra ez abszolút nem méretarányos, de mekkora az a mennyiség, amit nekünk el kell helyezni. Magyarországon évente körülbelül 70 millió tonna hulladék keletkezik. Ez mind ipari, mind kommunális hulladék. Ennek körülbelül az egy tizede, kevesebb, mint 5 millió tonna az, ami kommunális hulladék. Ezzel szemben radioaktív hulladék, ez néhány száz köbméter évente. Ezek ráadásul döntően kis aktivitásúak, tehát például gumikesztyűk, köpenyek, cipővédők, amik azért alig-alig aktívak. A nagy aktivitású hulladék, ami ténylegesen, hogy úgy mondjam, veszélyt jelent, az néhány köbméter, mondjuk az, hogy 5 köbméter egy év alatt az egész országban. Ez az, amiről nekünk tulajdonképpen gondoskodni kell, és ehhez kell ezt a 4-500 köbméternyi hulladék elhelyezéséről évente gondoskodnunk. Szintén nagyon fontos, hogy a kis és közepes aktivitású hulladékok az összes radioaktív hulladéknak a 96-97%-át jelenti, ugyanakkor az aktivitásnak körülbelül 95%-ában az 5 köbméterben lesz. Ténylegesen az 5 köbméter az, ami nagyon aktív, és ami különös odafigyelést és gondoskodást igényel. Tehát azt szeretném, hogy a fő üzenet legyen, és ez az, ami maradjon meg a hallgatóságban, hogy gondoskodni kell a hulladékról, de figyelembe kell venni azt, hogy itt a mennyiség az nagyon kevés, ahhoz képest, mint az egyéb hulladékokat jelenti, ez összemérhető egy háztartásnak a néhány hetes hulladék termelésével sajnos. A sajnos azért, hogy sajnos ennyi hulladékot termel egy háztartás néhány, mondjuk azt, hogy néhány hónap alatt, a pozitív az, hogy itt az egész országban keletkezik ennyi nagy aktivitású hulladék. Mit csináljunk vele? Kinek milyen ötlet, elképzelése van arra, hogy mit lehetne csinálni radioaktív hulladékkal? Tehát van egy ország, van évente 5 köbméter nagy aktivitású hulladékon. Mit kezdjünk vele? Igen. Én azt hittem, hogy ilyen jobban földtől elragadottabb ötletek jönnek az elején. Igen. Igen. Tehát az volt az ötlet, hogy próbáljuk meg átalakítani olyan nem sugárzó, mostán stabil izotópokra, amik aztán akkor már nem radioaktív hulladékként kezelendőek. Ezt hívják egyébként transzmutációnak, és erre meg is vannak a módszerek, különösen nagyon drága, tehát azért nem használják ipari méretekben, de ez egy nagyon jó ötlet. Dúsítjuk fel, és akkor újra lehet használni. Így van. Ez is nem csak a dúsítás jelenti, külön kell válogatni azokat az izotópokat, amik még egy reaktor számára fűtelemként hasznosíthatók, és egyébként ez úgy is történik, hogy szétválogatják, majd fogok mutatni ilyen ábrákat, szétválogatják különböző izotópokra, ami hasznos, azt visszarakják akkor még a reaktorba, ami haszontalan, azt próbálják továbbbontani.
de még föltel elragasztottabbra vágyom. Hát igen. Ezt én nem hallottam. Igen, rakétában abba küldeni. Meglepő módon egyébként néhány évtizeddel ezelőtt ez reális opció volt, és ezen gondolkodtak, de aztán rájöttek, hogy annyira nagy a valószínűség annak, hogy ez a rakéta az valamilyen üzemzavar kapcsán visszaesik a Föld, hogy inkább letettek róla. Ezt csak azért mondom, hogy azért az ember ezt valahol sejti, hogy a rakéták azért egész nagy megbízhatóságúak, mégis azt mondták, hogy ennek sokkal nagyobb a kockázata, mint az összes többinek, tehát ezt el kell vetni. Na, nagyon jó, akkor csak előjöttek. Azt mondták egyébként az elején, hogy hát ott vannak azok hatalmas óceánok, hát tegyük bele. Hát valahol le kell rakni az aljára, hát mi egész ritkán szoktunk az óceánok mélyen úszkálni, hát majd ott lesz belőle valami. Persze egész biztos, hogy ott az óceánok mélyen nem túl sok élőlény él, de hát azért amelyek ott élnek, azok nem biztos, hogy örülnének, hogyha a mi hulladékunkat oda dobálnánk, tehát ezt szerencsére elvetették. Hasonlóan elvetették azt, hogy tegyék bele az Antarktisz jegébe. Akkor még egyébként nem volt ez a globális felmelegedés ennyire központi téma. Most már így visszatekintve azt mondjuk, hogy nagy szerencsé, nem oda próbálták beletenni, mert akkor most itt el lehetne kezdeni különböző ötleteket gyártani, hogy hogyan is szedjük ki onnan, és most mit csináljunk belőle. Hát igen, világűrbe különni, vagy valami földfelszíni, mondjuk piramisban elhelyezni. Megint abból indultak, hogy vannak több ezer éves piramisok, akkor nyilván a következő több ezer évre is meg lehet oldani. Hát ez ugye elgondolkodható, hogy azért nem biztos, hogy az összes piramis áll még most, ami volt néhány ezer évvel ezelőtt, tehát nem biztos az, hogy ez itt a legjobb megoldás. Ezekről egyébként mind azért úgy, hogy ezek vagy nagyon drágák, vagy kockázatosak. Hogy az, hát tudjuk ott eszembe, bányamérnök vagyok, hát ismerem ezt a területet. Földalatti üregeket képezni, akár a tehát, kemény kőzetben, ugye a Velencei hegység és a gránit, vagy pedig hát az Uram bányának ugye a homokkő, szintén lehetne, illetve lehetett volna. Az a pénzkérdés, hát amennyit feleslegesen pénzt költöttek a rendszerváltás közelében, a szénbányákra, aknaépítő szobákra, mecsekre, akár uránban, noha tudták, hogy ez úgyis végez. De azért ment pumpálták eszeletetten a pénzt, holott kicsit előre gondolkodás, józan gondolkodása, mindjárt a földalatti üregek képzésébe kezdték volna hozzá. Na, erre és nem az összes bányát elárasztani, szétdobolni, hogy hozzá se lehessen jutni, esetleg a üreg, a stabil, nagy kőzetömb üregek, kőzetömbekben üregeknek kiképzési lehetőségét. Hát a politikai, ez súlyos politikai. Na, erről mindjárt lesz még szó. Egyébként ide jutottak az 50-es, 60-es években erről gondolkodó. Talán az a legjobb megoldás, hogyha ezt valami föld felszínhez közeli, vagy föld alatti hulladéktárolóba helyezik el. Kétféle elmélet van, vagy tulajdonképpen gyakorlat is. Vagy azt mondjuk, hogy a föld felszínén, vagy ahhoz nagyon közel helyezzük el a hulladékot, legfeljebb néhány 10 méter mélységben, vagy azt mondjuk, hogy mélyítünk egy több száz méter mély vágatot, és annak az alján valamilyen felszín alatti hulladéktárolóba helyezzük a hulladékot. Nyilván nem kell mondanom, hogy a mélységi hulladéktároló sokkal többe kerül, de azért még nagyobb a biztonsága, mint hogyha a felszín közelében valósítjuk ezt meg. Mit lehet tenni? Külön kell válogatni a hulladékokat kis és közepes aktivitásra, gumikesztyű, ehhez hasonlók. Nyilván azokat, hogyha elhelyezzük a felszín közelében, akkor már senki nem fog oda menni, nem fog belekerülni az ivóvízbe, és az ott majd néhány száz év alatt olyan szintre bomlik, hogy már egyáltalán nem lesz magasabb az aktivitása, mint a környezetben megtalálható egyéb tárgyaké. A nagy aktivitású hulladékkal viszont sokkal körültekintőbben kell eljárni, azokat igenis érdemes elhelyezni mélységi tárolókban, ezzel tovább növelve a biztonságot. De hogy van ez pontosan, azt szeretném itt a következő néhány percben elmondani. Hoztam egy kérdés. Ez úgy merült föl, hogy az óceánba beletenni, hiszen akkor majd ott az óceán elosztja magában. Tehát felapítani egész kis darabokra, porrázúzni, és az óceánba beleönteni. Nem lehetne egyébként kimutatni, hogy ettől megnőtt az óceán vizének a
aktivitása. Nyilván ez szintén etikai kérdéseket vet föl. Teszem hozzá, azt hiszem, hogy az összes többi iparág úgy működik, hogy a hulladékát kiengedi hígított állapotban a környezetben. Elég, hogyha az autónkra gondolunk, ami pontosan így működik. Itt, ebben az esetben ez szintén etikai okokból nem merül föl. Nem, keletkezik is, mert mi is átalakítunk stabil izotópokat, aktív izotópokká, tehát abból ez lehet akár például a maghasadás során, tehát például tipikusan ahol sok keletkezik, az egy reaktor, ahol az uránmagot elbontjuk kisebb atommagokra, és azok a kisebb atommagok, azok ráadásul egymásban még tovább bomlanak láncszerűen, ezek lesznek az aktívak. Az urán is aktív volt, de annak sokkal hosszabb volt a felezés ideje, tehát egységnyi idő alatt sokkal kevesebb sugárzás jött ki belőle. Tehát ahogy az aktívakból tudunk stabilizotópokat csinálni, éppen úgy tudunk a stabilokból aktívakat csinálni. Na, egy térkép az országról, hát nem azért, mert azt gondoltam, hogy nem ismerik az országot, hanem talán nem ismerik az összes olyan létesítményt, ami radioaktivitással kapcsolatos. Én itt most nyilván csak a legjelentősebbeket gyűjtöttem össze, ezeket is inkább hulladék elhelyezés szempontjából. A Paksi atomerőmű mellett van a kiégett kazetták átmeneti tárolója, mindjárt fogok majd néhány képet mutatni róla, ide kerülnek a kiégett fűtőelemek az atomerőműből. Ez közvetlenül az atomerőmű mellett van, egy kerítés választja el, ez ott a kiégett fűtőelemek tárolására szolgál. Budapesttől északra Vác felé van Püspökszilágy, ahol 1976 óta működik radioaktív hulladéktároló. Erről is mutatok majd mindjárt néhány képet. És két létesítmény van az ország déli részén, az egyik Bátalpáti, ami éppen ennek az évnek a második felében készült el és nyitotta meg kapuit, tehát itt most már van egy kis és közepes aktivitású hulladéktároló. Én azt hiszem, hogy tulajdonképpen ez lett az én előadásomnak, meg az én meghívásomnak az oka, hogy itt átadták ezt a hulladéktárolót, és hát, hogyha ennek kapcsán most itt nagyobb az érdeklődés, és sikerül néhány új információt megosztani a hallgatósággal, illetve terveznek Bodán a Mecsekben egy mélységi hulladéktárolót, ez még előkészítés alatt van, tulajdonképpen tervezés alatt van, ide majd a nagy aktivitású hulladékot helyeznék el néhány tíz év múlva. Tehát Püspökszilágy, ez egy felszín közeli tároló, egy gyönyörű dombvidéken van, egy dombnak a tetején, zsákban, dobozban, hordókban elhelyezett hulladékokat lehet itt megtalálni. A fő, itt van néhány kép arról, hogy milyen állapotok voltak néhány évvel ezelőtt. Lehet látni, ilyen betonkamrákba helyezték be a hulladékot, vagy zsákokban bedobálták, vagy hordókban helyezték be. De hát ezek nem voltak azért túl jó állapotban itt az elmúlt 25-30 év viszontagságai miatt. Úgyhogy az elmúlt években nagyon komoly rekonstrukciós munkák voltak ott, és lehet látni, hogy itt a feldolgozó épület is teljesen új borítást kapott és átalakították. Azon kívül, hogy a fényképeken szebb képeket lehet mutatni, nagyon fontos volt, hogy kíváncsiak voltak arra, hogy mennyire tömörödött össze a hulladék, mennyi plusz hulladékot lehet még elhelyezni ugyanezekben a betonkamrákban. Ami nagyon fontos, hogy azt találták, hogy nagyon jó állapotban volt mind a hulladék, mind a takarás, mind a betonkamrák, tehát jó volt az a terv, amit a 70-es években kialakítottak. Nem folyt be víz, tehát teljes szárazság volt ott a kamrákban, ami szintén azért fontos, mert ha vízbe tud jutni, akkor esetleg ki is tud jutni, nehogy az aktivitás ki tudjon onnan kerülni a vízzel. És nagyon jelentős volt a hulladék tömörödése. Teszem hozzá, ez volt az egésznek a hajtó ereje, hogy megnézzék, hogy mekkora mennyiségű hulladékot lehet oda még elhelyezni. De hát azért mindenképpen szükség volt egy másik hulladéktárolóra, úgyhogy elindult egy projekt jó néhány évvel ezelőtt. Próbálják meg megkeresni azt a helyszínt, ahol még Magyarországon létre lehetne hozni egy ilyen kis és közepes aktivitású hulladék részére szolgáló hulladéktárolót. Milyen lépései voltak ennek a keresésnek? Hát először kizárták a határmenti területeket, szintén azt mondták, hogy nem etikus a szomszéd országok
mellé telepíteni egy ilyen hulladéktárolót. Kizárták a karsztos területeket, nyilván ott nagyon nagy a víz átfolyás, jobb azokat békén hagyni. Ahol árvíz van, belvíz van, szintén ugyanebből a szempontból azt mondták, hogy inkább nem. És találtak jó néhány olyan helyszínt, ahol felszíni elhelyezésre vagy felszín közeli elhelyezésre alkalmasnak mutatkozott. Itt hát nem biztos, hogy a hátulról is látszik a piros színnel bejelölt területek. Utána kijelölték itt az ország középső részén lévő területet, nem utolsó sorban azért, mert ennek közelében van a Paksi atomerőmű, azért az az egyik legnagyobb hulladéktermelő az országban. Célszerű ennek közelébe teret vinni aztán a hulladékot elhelyezés céljából is, és 100-nál több olyan alkalmas helyet találtak itt, ami közül aztán végül Bátaapáti térségére esett a választás. 5 évvel ezelőtt mondta ki a Magyar Geológiai Szolgálat, hogy a terület alkalmas geológiai szempontból hulladék elhelyezésére. Elindultak a föld alatti kutatások, és nagyon fontos, hogy megkérdezték mind a helyi lakosokat, akik nagyon nagy arányban támogatták a hulladéktárolónak az elképzelését. Hát ha azt mondom, hogy több mint 90% szavazott ugyanarra, akkor azt hiszem, hogy ez valamit elárul itt a mai magyarországi helyzetben. Hogyha azt mondom, hogy a parlament jóváhagyása is kellett hozzá, és 2005-ben ide raktam a számokat, 339 igen, 4 nem és 8 tartózkodás mellett támogatták ezt az ötletet, akkor azt hiszem szinte nem kell hangsúlyozni, hogy azért elég kevés olyan döntés születik mostanában a parlamentben, aminek ekkora támogatottsága. Másfél hónappal ezelőtt, október 6-án volt a hulladéktárolónak a megnyitása, tehát érdemes megnézni, alig 5 év telt el onnan, hogy a kutatások azt mondták, hogy ez alkalmas, addig, hogy meg lehetett nyitni a felszíni létesítményeket, és még ebben az évben meg is fognak érkezni az első szállítmányok. Hogy néz ki maga a hulladéktároló? A hegy gyomrában alakítanak ki tároló kamrákat. Most az első ütemben ez a 4 darab pirosra jelölt oldalvágat lesz kialakítva. Itt látszik egy oldalnézeti kép, ide fognak bekerülni a hulladékok. Ez az, ahol a hulladék majd elhelyezésre kerül. Én azt javaslom, hogy nézzük most meg azt a filmet, és aztán utána folytatom, mert valószínűleg sokkal jobban meg lehet érteni egy rövid, 8 perces animáció kapcsán azt, hogy hogyan történnek itt a dolgok, mint hogy én erről akár csak 25 percet beszélnék. Nem szívesen. Igen, de az se hulladék volt, az is fűtőelem visszaszállítás volt Oroszországba, Szovjetunióba. Ez a maximális hangerő, ugye? Van most itt a filmben úgy rakták össze, ott minősítik a hulladékot, és onnan szállítják meg a hulladékátvételi követelményeknek való megfelelését. Ennek megléte esetén vonalkódos azonosító kerül a hordóra. Ezek egyébként egy teljesen szabványhordók, tehát a hulladék elhelyezés az a világ minden pontján ilyen szabványhordókban történik, éppen azért, hogy ezek egységesítve legyenek és könnyebb legyen az összehasonlítás minden egyéb feltétel teljesítése. A speciálisan kiképzett szállítójárműre egyszerre 6 hordkeretben 24 hordó kerül. Ez történik meg a Paksi atomerőmű, vagy a más
hulladék termelő helyszínen, és szállítják át innen Bátalkátiba a hulladék elhelyezésére szolgáló telephelyre. Két elfogadott szállítási útvonal közül a kék színnel jelzett a tartalék. Amit most egyébként ott a telephelyen lehet látni, az lényegében megegyezik azzal, ami most itt az animációban van. A szállítójármű a központi épületnél a beléptetés adminisztrációját követően a technológiai épülethez érkezik. Amikor ez az animáció készült, akkor még ott semmi nem volt, úgyhogy azért érdekes, hogy készült egy animáció, és aztán mi meglepő, a gyakorlat is ezt hozta. Tehát fontos, hogy van egy felszíni épület, ahol a hulladéknak a minősítése, előkészítése történik, és aztán van a föld alatti vágat, ahol a végleges elhelyezés van. Mielőtt a hordók a tárolótérbe kerülnének, mindegyiket nyilvántartásba vesszük. Jó, hogy én mondtam, hogy mennyire kevés hulladék keletkezik, itt pedig ilyen hordó látszódnak. Ez körülbelül az a mennyiség, amely a Paksi atomerőművel az elmúlt 20-25 évben keletkezett hulladék. Tehát körülbelül az látszik itt a képen. A beton és konténergyártó üzemben szigorú műszaki követelményeknek megfelelő technológiával készülnek a 9 hordó befogadására alkalmas vasbeton konténerek. A fő szempont az ilyen hulladék helyezésen mindig az, hogy se a víz ne jusson oda be, se ha már valamiért be tudott oda kerülni víz, vagy éppen a hulladékban volt valami nedvesség, akkor az ne tudjon kikerülni. Tehát ez itt mindjárt látszik a képeken is, hogy ezek a fő szempontok. A konténer elkészültével egyidejűleg 3 ellenőrző betonkocka is készül, melyek közül az elsőt 24 óra gőzölés után töréspróbának vetjük alá. A második vizsgálat a 72 órás, úgynevezett vizes érlelés után zajlik. Tehát itt is végig a víznek a hatását próbálják elemezni. Azt nézik, hogy ilyen behatások esetén mennyire lesz még mindig ellenálló az anyag. Az utolsó törés próbára 24 nap elteltével, a teljes szilárdulás után kerül sor. Végül a konténereket vízzel töltjük tele, hogy megállapítsuk szigetelő képességüket. Nem is mondok semmit. Utána, hogyha megvannak ezek a konténerek, akkor lehet belerakni a hordókat. A technológiai épületben történik a hordók végső csomagolása, mely során elsőként a nyilvántartó rendszerben a hordók és a konténer azonosítóit egymáshoz rendeljük. De ez talán itt a filmből is kiderül, hogy nagyon fontos az adminisztráció, és nagyon fontos az, hogy ez tulajdonképpen az ülők végezetéig nyomon követhető legyen, hogy melyik hordóban milyen hulladék van, és az aztán milyen... Ezt követően a hordókkal teli konténert betonnal töltjük ki, így módon monolit blokkot kialakítva.
Hát szerintem olyan 1000-néhány száz kilóval. Amint a beton megfelelően megszilárdult, a konténerek a felszín alatti tárolóba végső helyükre kerülnek. Egy ilyen hordó az 200 literes, úgyhogy akkor ez több is, mint. Tehát inkább ilyen 2-3 tonna. És amikor már ilyen betonkockába került, akkor viszik le a végleges tárolási helyére. Ez a telephely egyébként látogatható, tehát hogyha valaki szeretné ezt élőben megtekinteni, akkor minden gondolja külön. Több mint 1 kilométer hosszú szállító folyosón haladva érkezik a szállítmány a tároló térbe. Nem. Első ütemben 4, egyenként 100 méter hosszú kamrát alakítunk ki. Egy-egy kamrába soronként 16-18, összesen 700-720 darab konténer kerül. Ezekbe a vágatokba kerülnek be aztán a betonkockák, és mindjárt lehet látni, hogy ezt aztán még körben is öntik még azért, hogy ott se levegő legyen, és ott is nehezítsék a víz. A kamrafal és a hulladékcsomagok közötti szabad teret fokozatosan 10 lépésben beton és gránit zúzalék keverékkel tömedékeljük vissza. Végül a kamrákat betondugóval zárjuk le. Köszönöm, hogy... A betárolással egy időben az ellenőrzött Ez volt magának a hulladék elhelyezésnek a módszere és a tulajdonképpen a tárolónak a felépítése. Egyet visszünk. Megyek én. Ez. Jó. Ez az, amiket akkor láttunk, és ez az, ahogy most kinéz a terület. Bocsánat, hogy angol nyelvű ábrát hoztam, de ez volt a legkisebb, amin így meg lehet mutatni, hogy ténylegesen ez úgy néz ki, ahogy az animáción látni lehetett. Néhány kép itt a hulladéktárolónak a kialakításáról, a próbafúrásokról. Hát ilyen kőbe szükséges válni ahhoz, hogy ott a hulladékot majd el lehessen helyezni. Tessék? Igen. Tehát nincs egységes szabályozás a világon, de vannak ajánlások, és voltak is nemzetközi ellenőrzések arra, hogy minden szempontból ez megfelel a nemzetközi ajánlásoknak is. Itt pedig csak azt soroltam fel, hogy milyen típusú hulladékok kerülnek oda. Nagyon fontos, és tulajdonképpen azért raktam ide ezt az ábrát, hogy ahhoz, hogy el tudjuk kerülni azt, hogy az aktivitás ki tudjon kerülni, a hulladék ki tudjon kerülni, ezért különböző gátakat építünk be közé, vagy természetes, vagy mesterséges gátakat. Ilyen már eleve a hulladék mátrix, tehát amilyen formában a hulladékot elhelyezzük, tehát például nedves hulladékot nem helyezünk el hordóba, mert akkor az ott lévő nedvesség az már eleve gyengíteni ezt a biztonságot. Erre szolgál a szénacia hordó, erre szolgál a betonkonténer, a térkitöltés, ami szintén beton, erre szolgál a tömedékelés a betonkockák körül, és aztán az egészet azért helyezzük el ilyen kőzetbe, mert az a kőzet is alkalmas arra, hogy megakadályozza a hulladék kikerülését. A folyékonyakat azokat szilárdítják, akár úgy, hogy betonba keverik, és akkor a betonnak az anyagában lesz ilyen, de ezt nem nagyon szokták csinálni. Általában például bepárolják, és akkor a bepárlási maradék az, ami már elhelyezhető, annak akkor hát éppen azért befárlás, hogy a folyadék része az kikerüljön. A gáznemű hulladékokat, azokat vagy megkötik valamilyen szűrőn, és akkor már nem gáznemű. A nemes gázok azok, amik
keletkeznek, és azok általában ki is kerülnek. Ugye nemes gázok azok azért jók, mert hiába lélegzi be esetleg az ember, nem kötődik meg a tüdejében, tehát akkor ki is lélegzi rögtön. Tehát ezeknek az egészségügyi vagy biológiai kockázat az lényegesen kisebb. És szerencsére kevés van belőlük. Hát milyen a jó befogadó közet? Lehet, hogy ezt már korábban is kellett volna mondani. Hát ne legyen rajta túl gyakran földrengés, mert azt nem annyira szeretnénk. Ne legyen vízáteresztő, legyen valamennyire plasztikus, hogyha bármi behatás van, akkor azt ki tudja védeni. Fontos a jó hővezető képesség, éppen azért, hogyha esetleg valahol hő keletkezik, akkor ne sérüljön ez a közet. Legyen alkalmas arra, hogy üregeket ki tudjunk benne alakítani, ne omoljon be a vágat a kialakítása során, és legyen minden tulajdonsága stabil, akkor is, hogyha valami hőhatás éri, és akkor is, hogyha sugárzás éri. Hát és ráadásul legyen megfelelően nagy kiterjedésű. Nagyon röviden a nagy aktivitású hulladéktárolóról. Erre is voltak elképzelések, sőt vannak is elképzelések. Az elmúlt években ugyan lelassult ennek a kialakítása, valószínűleg néhány évtized múlva lesz ez igazán aktuális, akkor fogják felgyorsítani. Éppen a meccsekben az úgynevezett bodai aleuroloid formációban alakították ki, amiről nem mutattam is a térképet, hogy ott az ország déli részén van. Itt voltak különböző vizsgálatok, amíg még az uránbánya működött, addig voltak ott kutatólaborok is, kutatómérések is. Aztán, amikor bezárták az uránbányát, akkor sajnos víz árasztott el a területet, úgyhogy akkor meg kellett szüntetni kutatásokat is. Azóta azért már elindultak újra munkálatok. Úgy tűnik, hogy szép lassan itt is be fognak indulni a kutatások, és ha minden szempontból alkalmasnak tűnik majd a nagy aktivitású hulladék tárolására, akkor itt valósulhat meg egy nagy aktivitású hulladék tároló. Én ezzel most inkább itt gyorsan átszaladok. Ez magának a kőzetnek a felépítése, és ez pedig néhány ábra arról, hogy milyen elképzelések vannak most, de nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ezek most még különleg elképzelések, és nagyon messze van még a tényleges megvalósítás, de ez több száz, 7-800 méter mélységben lenne kialakítva, függőlegesen lehetne megközelíteni. És természetesen itt is nagyon fontos szempont az, hogy a gátakat többszörözzék, és minden inkább megakadályozzák az aktivitás kikerülését. A negyedik létesítmény, amiről muszáj beszélni, a kiégett kazetták átmeneti tárolója. Ismét elmondva, hogy a kiégett kazettákat nem tekintjük hulladéknak. Az elmélet az, hogy próbáljuk meg ezeket a kazettákat tárolni, nézzünk körül a világban, hogy mások hova jutnak a következő néhány évtizedben, és akkor döntsünk arról, hogy mi is legyen a kiégett kazettákkal. Ez teljesen passzív hűtésű berendezés. Az épület alján tud bejönni a levegő, és ezen a kéményként kialakított épület részen tud távozni, minden villamos energia és egyéb behatás nélkül, teljesen passzívan. A engedélyek szerint a kiégett kazettáknak legalább 50 évig biztonságos tárolást tesz lehetővé. Így néz ki a madártávlatból, és így néz ki belülről. Itt hozzák át vasúti kocsin a Paksi atomerőmből a kiégett kazettákat, és helyezik el itt a talajszint alatt ez ilyen méhkaptárszerű borított terület. Itt egy-egy csőben tudnak elhelyezni egy-egy kiégett kazettát. Itt látható maga az a konténer, az úgynevezett C30-as konténer, amiben 30 darab kiégett kazettát átszállítanak az erőművel. Mit lehet csinálni az üzemanyaggal, a kiégett kazettákkal? Vagy lehet azt csinálni, amit talán a legegyszerűbbnek tűnik, kibányásszuk az uránt, dúsítjuk, felhasználjuk, és aztán elhelyezzük. Ezt hívják úgy, hogy nyílt ciklus, tehát egyszer be, egyszer ki. Meg lehet próbálni azt, hogy valahogy kinyerjük belőle az uránt és a plutóniumot, ezeket újra dúsítjuk, újra felhasználjuk, újra tudjuk akkor üzemanyagként használni egy atomerőműben, a maradékot azt pedig helyezzük el valamilyen mélységi tárolóban. Lehet azért ezt továbbfejleszteni, meg lehet próbálni a transzmutációt és a szétválasztást. Tehát azon kívül, hogy kinyerjük belőle az uránt és a plutóniumot, nyerjünk ki belőle más izotópokat is, azokat alakítsuk át, és akkor csak annak a maradékát kell elhelyezni.
Hát addig, amíg nem tudjuk, hogy igazából mit kéne csinálni, és ezek a technológiák nagyon drágák, addig viszont érdemes nekünk várni, és azt mondani, hogy 50 évig biztonságos helyre tettük, és majd 50 év múlva meglátjuk azt, hogy hol tart a világ, és mit tegyünk vele. Egy kérdés merült fel, remélem mindenkiben, hogy igazságos-e az, hogy mi most itt használjuk az atomerőművet, van villamosenergiánk, termelünk kiégett kazettákat, azokat elrakjuk, és azt mondjuk, hogy jó, majd akkor lesznek unokáink, és azok majd valamit kezdjenek vele, és majd akkor az ő pénztárcájukat ez valahogy terheli, de hát ez már nem a mi gondunk. Ez igazságos? Kínaiak kezelik. 100 év múlva nincs magyar. Igen, de igazságos ez a kínaiakkal. Hát valószínűleg azért ez sem lenne egy jó megoldás. De nem igazságos. Na, az történik most, hogy a Paksi atomerőmű, ami villamos energiát termel, kb. 8-9 forintért, abban mindig 1 forintot az befizet egy külön alapba. Ezt úgy hívják, hogy központi nukleáris pénzügyi alap. Ebbe évente olyan 20-30 milliárd forintnyi összeget fizetnek be. Mindenki, aki olyan vagy kiégett kazettát, vagy radioaktív hulladékot termel, azért ennek a befizetésnek a nagyon-nagyon-nagyon nagy része a Paksi atomerőműtől származik. De ebből az évente befizetett 20-30 milliárd forintból most már több mint 100 milliárd forint összejött, ebből csináltak egyébként meg a Bátalpáti hulladéktárolót, és ezt teszik félre arra, hogy majd akkor, amikor eljön az idő, akkor ebből lehessen fedezni a hulladék elhelyezésnek a költségét. Tehát itt azért szerencsére nem vagyunk ennyire etikátlanok, és van rá politikai garancia is, hogy ezt nem fogja a költségvetés másra felhasználni szűkös időben sem. Vetítik, vagy miért nem lehet erről hallani, kérdezi az egyik. Igazából nem tudom, hogy hol lehet és hol nem lehet. Egészen biztos, hogy ez hozzáférhető ez a film, sőt, személyesen el lehet látogatni oda Bátalpátóba és meg lehet nézni, nem csak filmen keresztül, hanem saját szemükkel is. Tehát ha bárki érdeklődik, akkor a hulladékkezelő non-profit Kft.-nek a weboldalán be tud jelentkezni egy látogatásra, és el tud menni, és ott megnézheti azt, hogy ez ténylegesen így történik. Én tényleg mindenkinek tudom javasolni, mert nagyon érdekes. Aki így a műszaki dolgok iránt érdeklődik, ténylegesen nagyon, nagyon nagy élmény. A szexuális... Még héten a szexádi borvidék jutott eszembe, de ezt nem akarom most itt emlegetni. Azt is mindenkinek tudom ajánlani. Jó, tehát visszatérve ide, az történik, hogy hulladékot, kiégett kazettákat eltesszük a kiégett kazettek átmeneti tárolójába, várunk, és meglátjuk azt, hogy mi történik a világban, és hova helyezzék el. Nem tudom, hogy kinek mennyire világos, hogy mi látható itt az ábrán. Itt két térkép látható egymásra rajzolva. A kék színnel az Egyesült Államok, feketével pedig Európa. A kék színnel jelölt két helyszín az az Egyesült Államokban tervezett nagy aktivitású hulladéktároló. Hát most nem tudom, miért mondt vörös csillaga, de vörös csillaga jelölt az pedig az Európában tervezett, kijelölt, előkészítés alatt álló hulladéktárolókat jelöli. Azt hiszem, hogy egyértelmű a kérdés, hogy érdemes-e minden országnak külön-külön kialakítani egy mélységi tárolót hatalmas költséggel. Nem érdemes ebbe esetleg összefogni a egymáshoz közeli országoknak és valamit közösen csinálni. Ezt most én kérdeztem, és nem tudok rá válaszolni. De minden esetre elindultak ilyen irányban is gondolkodások. Azért belőlem a mérnök azt mondatja, hogy nem biztos, hogy az a jó megoldás, hogyha minden ország saját maga kialakít egy-egy hulladéktárolót. Azt hiszem, hogy egész biztos, hogy a mai utolsó, és azt hiszem, hogy a legérdekesebb kérdés az, hogy jó lesz-e ez így. Tehát nyugodtan alhatunk-e, hogyha tudjuk azt, hogy hát most már van két hulladéktárol az országban, és ráadásul lesz még egy harmadik is néhány évtizeden belül. Most rendben van, vagy nincs rendben? Ez egy nagyon érdekes ábra. A vízszintes fekete vonal az azt mutatja, hogy az uránércnek az aktivitása az most valamekkora, ez az, amit kibányásznak. Ennek az aktivitásával szeretném összehasonlítani a reaktorból kikerülő üzemanyagban lévő aktivitást. Tehát ez az a kérdés, hogy keletkezik-e aktivitás. Igen, lehet látni, hogy még itt egy egységnyi, körülbelül
hát 50 000 egységnyi aktivitás keletkezik, amikor kiveszünk egy kazettát a reaktorból. Egységnyi, tehát ha beteszünk egy egység, ez bekerel. Tehát ha beteszünk egy egységnyi bomló anyagot, akkor abból visszakapunk annak a sok ezerszeresét, 10 000-szeresét. És nyilván ebben különböző izotópok vannak, úgyhogy ezek mind ilyen exponenciális bomlással bomlanak, különböző felezés idővel. Ha nem teszünk semmit, akkor lehet látni, hogy kiégett üzemanyag az 10 000, hát olyan 100 000 év környékén fogja elérni azt, hogy visszajusson arra az aktivitási szintre, amit betettünk. Ez sok. Tehát én nem éltem még annyit, de egész biztos, hogy a 100 000 év az sok. Ha kivesszük belőle az uránt és a plutóniumot, akkor már csak 20 000 évig kell tárolni. Most azon kívül, hogy ez nagyon szép, meg jó, mert akkor most meg lehet hozni azt a döntést, hogy nem kell 100 000 évig, csak 20 000 évig, hát elég kevés bankárt lehet rávenni, hogy erre pénzt áldozom, és ezért új létesítmények épüljenek. De azt lehet mondani, hogy ezt el lehet adni aztán reaktoroknak, üzemanyagnak, mert hogy van benne urán, meg plutónium, azért ezzel lehet őket mozgósítani. Tehát ezeket csinálják. Franciaországban, Oroszországban, Japánban vannak ilyen úgynevezett reprocesszáló létesítmények, tehát ennek megvan már a technológiája. Én eléggé bizonyos vagyok abban, hogy a most Pakson felhasznált üzemanyag is majd reprocesszálásra fog kerülni néhány évtized múlva. De hát azért ez még mindig sok, tehát 20 000 év az még mindig azt mondom, hogy nekem picit sok. Ha kivesszük belőle az aktinidákat is, tehát még egy csoportját az elemeknek, akkor viszont eljutunk 400 évre. Hát 400 évre viszont azt mondom, hogy az már azért belátható, tehát azt már azért lehet mondani, hogyha valamit elhelyezünk sok száz méter mélyre a föld alá, akkor az nem fog magától feljönni 400 év múlva. Én egyébként elég ritkán találkozom olyan fekete kőszénnel, ami feljön úgy magától. Tehát nem annyira reális veszély az, hogy valamit sok száz méter mélyre elhelyezve teljesen magától felszínre jönne, de nyilván azért ki kell alakítani ezeket a gátakat. Húszezer évig biztos, hogy nem. Sok-sok száz évig viszont el fog tartani, és ha szétesik, teszem fel a kérdést, akkor mi történik? De majd mindjárt erre fogok még mutatni dolgokat, mert hogy ugye az a helyzet, hogy nagyon kevés olyan beton van, amit elhelyeztünk a föld alá néhány száz évvel ezelőtt. De majd mindjárt mutatok erre példákat. Mert ha mi nem is, de volt más, aki tett ilyeneket. Csak még egyet szeretnék mutatni a zöldet. Az azt jelenti, hogy a kiégett üzemanyagból kivesszük az uránt, a plutóniumot, az aktinidákat, és ráadásul kivesszük még a, hát mondjuk azt, hogy a hosszú felezés idejüket, tehát azokat, amik több mint 30 év alatt bomlanának el a kiégett kazettákból, akkor viszont azt kapjuk, hogy 20 év múlva visszajutunk a természetes aktivitásra, és akkor már csak ezeket a kivett izotópokat kell vagy elhelyezni, vagy felhasználni valamire. Hogyha ezek szeparálva vannak, akkor ezek nagyon értékes anyagok. Tehát az a kérdés, hogy el lehet-e helyezni biztonságosan sok százezer évre, az átalakítható oda, hogy ha van pénzünk, sok, nagyon sok, akkor ebből lehet csinálni néhány száz évet, sőt, ha nagyon-nagyon-nagyon sok pénzünk van, akkor néhány 10 évet. Innentől kezdve ez nem műszaki, hanem pénzügyi kérdés. De hogy feljut-e, meg nem jut fel, meg mi történik vele. Ugye vannak ezek a bizonyos gátak, amiket én már emlegettem. A hulladékot azt tegyük konténerbe, azt tegyük betonba, és azt tegyük valami közvetbe. Hát igen, erre mondtam azt, hogy persze, de most én hogy jövök ide, és merem azt mondani, hogy ez akár csak néhány száz évig is biztonságosan ott marad, hiszen még nem próbáltuk ki, hát amit nem próbáltunk ki, arra azért azt mondja az ember, hogy ez nem biztos, hogy működik. Ismét felteszem azért azt, hogy én még nem láttam fekete kőszénet csak úgy kijönni a föld mélyéből, de hát ha. Egyrészt vannak külföldi példák, mind kutató létesítmények, mind már működő hulladéklerakók. Nagyon fontos azt tudni, hogy kis és közepes aktivitású hulladéktárolók azok működnek világszerte. Mondhatom azt, hogy a fejlett világ minden országában van legalább egy kis és közepes aktivitású hulladéktárolására szolgáló létesítmény. Ugye Magyarországon mondhatjuk azt, hogy már kettő van, hiszen van Püspökszilágy, és most már van Bátortáték.
Nagy aktivitású hulladékok elhelyezésére nincsen még működő hulladéktároló a világon. Vannak már kísérleti fázisban, kutató fázisban lévők, és éppen most néhány héttel ezelőtt döntött úgy az Amerikai Egyesült Államoknak a hatósága, hogy befogadta azt az engedélykérelmet, hogy az ország nyugati részében építsenek, vizsgálják meg azt, hogy milyen feltételekkel lehet hulladéktárolót építeni. Ez a Yakamantin projekt. Mindjárt fogok róla még mutatni néhány dolgot. Addig 3 percet fogok szétlenék. Addig körbeadok én egy kődarabot. Ez, hát egyrészt lehet fele dobálózni, másrészt meg lehet nézni. Ez az a kőzet, ami ott van a Yakamantinban. Ez tényleges onnan származik. Amikor kiszedték, akkor a buta turistáknak bezacskózták, és azt mondták, hogy ezt el lehet hozni. Mondjuk nem pénzért szerencsére, de hát ugye ez a hulladék elhelyezésnek az egyik jó módszere, teszem hozzá, hogy szétosztjuk turistáknak. De ez nem az. Ez szintén ugyanonnan van, ez egy kiégett nukleáris üzemanyag, pasztilla, ilyen pasztillák vannak berakva a fűtőelemekbe. Ez egy makett, ezt is körbeadom. Tehát ennyire még az amerikai marketingesek sem ügyesek, hogy elosztogassák az ő hulladékukat. Már majdnem. Több elképzelés van, hogy mit is lehet csinálni. A franciák azt mondják, hogy ugyan van sok pénzük, de hát oldjuk meg ezt minél olcsóbban, ne dobjunk ki túl sok pénzt. A németek ezzel szemben, hogy ne menjünk túl messze, azt mondják, hogy minden radioaktív hulladékot a föld mélyébe kell tenni, minél mélyebbre, tehát a gumikesztyűt is ássuk el több száz méter mélyre, mert az a biztos. Nem tették, de mondják. Jó, itt a Yakamantin projekt. Itt egyébként az egyik fő műszaki kérdés azon ki, hogy ezt hány százezer évig lehet ott biztonságosan tárolni, az, hogy a vasútvonalat azt merre kell kialakítani. Némi kisajátítási ügy is van benne, tehát az a földes úr, aki felvásárolta a megfelelő részét a megyének, ő nyilván azt szeretné, hogyha ezt aztán tőle vásárolna vissza az állam. Ezek is tovább nehezítik azt, hogy egy gyors döntés szülessen, de műszaki megoldások területén úgy tűnik, hogy minden meg van oldva. Van Finnországban is terv arra, hogy ezt hogyan kéne megoldani. Látható azért, hogy mindegyik esetben a nagy aktivitású hulladékot azt mélyen, mélységi tárolóban a föld mélyével kívánják elhelyezni. És ugyanazon a Svédországban is, ez is a föld mélye. Na, tényleg nem tettünk még radioaktív hulladékot, sőt betont sem a föld mélyébe sok száz évvel ezelőtt, viszont a természet tett nekünk. Tehát egyrészt radioaktív hulladékot is. Afrikában, Gabonban, itt az Afrika és ennek a nyugati része Gabon. Itt Oklóban történt meg az, hogy azt tapasztalták, hogy az oklói ércben az általában tapasztalható uránnak a 238-es és 235-ös izotópjának az aránya az más, mint amit szokott lenni. Tehát, ha itt most kimegyünk bárhova és találunk egy uránércet, abban az uránnak a két izotópja, a 238-es és a 235-ös, az mindenhol ez a 99,3% és 0,7% arányban lesz meg. Oklóban azonban ez az arány az eltolódott, itt 99,7% kontra 0,3% van. Miért? Azért, mert itt volt egy reaktor, amit ugyan nem ember épített, de hát attól még reaktor volt. Nagyon nagy volt itt az uránércnek a koncentrációja. Régen az uránban nagyobb volt a 235-ös hasadóképes atommagoknak az aránya. Azért lett most kevesebb, mert rövidebb a felezés ideje, tehát az gyorsabban bomlik, lassabban bomlik, stabilabb a 238-as, de régebben több volt, mint ez a 0,7%. Itt nagy volt az uránnak a koncentrációja, és ráadásul vízbe tudott folyni, ami azért fontos, mert a láncreakcióban akkor tud ez jól bekövetkezni. Most nem akartam arról még itt másfélvel beszélni, mert az elnök úr akkor nagyon csúnyán nézne rám. De minden esetben azt tudni kell, hogy ha víz van, akkor tud egy láncreakció igazán megfelelő hatékonysággal végbe menni. Esett az eső, befolyt a víz, beindult a láncreakció, akkor hő keletkezett, a víz elforrt, és elpárolgott onnan. Akkor leállt a reakció. Majd jött a következő eső, meg a páralecsapódás, és akkor ismét beindult. Úgyhogy mind nagyon szép és jó.
körülbelül azt becslik az ezzel foglalkozó szakemberek, hogy körülbelül fél óráig működött a láncreakció, és aztán körülbelül 2,5 órán keresztül nem működött. És így sok száz, egész pontosan körülbelül 150 ezer évig működött, de ott van most már ez 1968 millió éve, amit én leírtam, mert ez megint az a szám, amit én nem nagyon tudok értelmezni magamtól, tehát ez 19.680-szor 100 ezer év. Ez az, amire a hulladéktárolót most akarjuk tervezni legrosszabb esetben, ez pedig ahányszor ez már bekövetkezett azóta. Érdekes az, hogy nem jött ki onnan a radioaktivitás, ott maradt ez az urán koncentráció. Egy hasonló példa, ez Kanadában Cigar Lake, ez egy agyagtömb. Itt szintén az érdekes, hogy elég nagy mennyiségű uránérc van a talajtól néhány száz méterre, és itt agyag kőzet van körülötte. Ismét az történt, hogy nem szokott a víz átfolyni az agyag kőzeten, nem keveredett a hulladék. Még egy, hogy mondjak valami hozzánk közelebb álló példát. A svéd-lengyel háborúk során az az ötlet jött, hogy meg kéne próbálni olyan hajókat építeni, ahol két szinten vannak az ágyuk, nyilván azért, mert nagyon sokáig tehet ezeket újra tölteni, sok jobb, hogy egymás alatt fölött vannak, akkor pont kétszer annyit lehet tüzelni. A hajó megépült, kiment a tengerre és elsüllyedt. Hogy ennek milyen okai vannak, ez megint egy másik, mondjuk bő egy órás előadásnak a témája lenne. Minden esetre kiemelték a 60-as évek elején. Nem tudom, hogy ki az, aki jár Stockholmban, ott van is egy múzeum, ahol ezt a hajót meg lehet tekinteni teljes élet nagyságában. És hát ott voltak a rézágyuk, és akkor már azokat is felhozták, és megnézték a tudósok, hogy mi történt velük. Azt tapasztalták, hogy körülbelül 0,15-0,2 mikrométer per év a korróziónak a sebessége, tehát ennyi az a sebesség, amennyivel a korrózió képződik tengervízben. Hogyha egy konténerünk van, amiben a hulladékot elhelyezzük, annak 3 cm vastag a fala, akkor ez körülbelül mondjuk azt, hogy 200 ezer évig felsőséssel, 10 ezer évig egészen biztos, hogy ellenáll. És azért az fontos figyelembe venni, hogy nem tengervízbe akarjuk elhelyezni, ami sós víz, hanem valami száraz környezetbe. Tehát legrosszabb esetben is több tízezer évig ez megfelelő lehet. Miért mondtam ezeket? Tehát ha itt a hulladék, akkor azt láttuk oklói példából, hogy ez nem szokott onnan elmenni. Ha betesszük ezt valamilyen konténerbe, akkor a vázahajó azért azt mutatja, hogy ezek is kellően ellenállóak. A szigárléki példa azt mutatja, hogy a kőzet is megfelelő biztosíték arra, hogy ne vándoroljon ott a radioaktivitás. Ha ezeket mind összevetjük, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ezek azért szoktak működni. Tehát ha nincs is olyan emberi példa, ami ezt bizonyítaná, a természet segített nekünk, és azért bennem felmerült az, hogy de hogy kerültem én ide. Tehát most már a hulladékot azt mind tudjuk, de ilyen hogy kerültem ide. Hát ezt a szlogent találtam, nem én találtam ki, de felolvasom, a feladat óriási, ember feletti, de megoldható, mert a megoldás nem természet feletti. És én itt szeretném kiemelni Nőcs Bálint barátom nevét, mert nagyon sok mindent loptam az ő előadásáiból, többek között ezt a szlogent is. Ő akkor még nem tudta, hogy én ide majd el fogok jönni, és erről fogok beszélni, de mindenképpen szeretném megköszönni, és a hallgatóságnak meg a figyelmet és elnézést, hogy picit túlcsúsztam. Köszönöm szépen! Hát meg kell köszönnünk Pázmandi Tamásnak ezt a mindenkit érdeklő témát és ennek a bő kifejtését. Meg lehet mondani, tehát megnyugodhatunk, hogy 50 évig biztos, hogy semmi baj nem származik a mi atomenergia felhasználásunkból. Én nekem biztos, hogy nem lesz bántódásom emiatt, de van egy dédunokám, azt már ki fogom oktatni, hogy mi legyen az ő feladata 50 év múlva. Mint hogy már a kérdések, hozzászólásokat, meg a szünetet is sikeresen időben elintéztük, 5 percet azért adjunk
az előző két előadónak, hogy a fölgyülemlött kérdéseket, hogy azoknak a legsürgősebbjét megválaszolhassák. Kérdésnél már említettem a szénküzelés, mint rádióaktív hulladékforrás. Ezt komolyan kell venni, mert a közember, amikor rádióaktív sugárzástól félnek, az leghamarabb úgy a szén hamarban felgyülemlik a koncentrálódik az az urán, ami a szénben volt eredetileg. Tehát, és ráadásul nagyon sok lakásnál használnak pohósabbak födémszigetelést, és a födémekből kijövő radon tud leghamarabb, vagy olyan sugárveszélyt jelenteni az átlagember számára, és nem az atomerőműveknek a forrása, amitől félni kell. És ezzel kapcsolatban azt kell megemlíteni, hogy túlnyomásos szellőzelés célszerű csinálni, és nem elszívásos, mert úgy kerül a szoba levegőjébe leginkább behoz, ha elszívásos szellőzelés is működik, egy ugyanott, ahol kopos alatt szigetelés van. Ennek sem volt közel az energiatermelés közül a szénerőmek sokkal nagyobb környezeti sugártermelést okoznak, mint az atomerőművek, de ténylegesen valóban az történik, hogy amikor a szent elégetjük, akkor a mellette lévő radioaktív anyagok azok koncentrálódnak, és vagy kiengedjük a gázzal, a kisgázzal, vagy pedig ott van is alapban. Valóban egyébként, és történtek is Magyarországon is ilyen felmérések, kimutatható, hogy a szénerőmek környezetében sokkal nagyobb a radioaktivitás, mint máshol. A hulladéktárolással kapcsolatban betesszettünk az Európai Uniónak, hogy nincs koncepció. Hosszú távra, tehát nem lehet következtetni, hogy politikailag sincs akkor koncepció 50 év múlva, hogy az Európai Unió? Vagy nem is foglalkoznak vele? Hadd jól csak ki, tehát műszakilag van koncepció, politikailag nincs koncepció, nem akarok politikai kérdésekre válaszolni, mert nem tudom is tenni. Műszakilag még csak. Teszem hozzá egy kezdetre azt, hogy történik, amikor már konkrétan a pénztárcánkról van szó, akkor ez egy politikai konszenzus is kell, hogy meg hozzá szó elmenetek. További kérdések? Ha nincsenek, akkor az előadásra fordított időt használjuk arra, hogy eltoljuk egy kicsit a csillagvizsgáló látogatásának az időpontját, ami valószínűleg nem is történik meg a valós idők miatt.